A MOL Magyar Kupában az MTK Budapest a Blasz 1-ben szereplő 15. kerületi Issimo Ese vendége volt, találkozó előtt természetesen. Az MTK számított esélyesnek, amely esélyeshez méltóan is kezdte a találkozót. A 8. percben egy szögletet követően Kata csúsztatott, meg pedig Németh Krisztián talált a hálóba. Némethnek ez volt a szezonbéli 11. találata. Jó volt a csúsztatás, aztán pedig Németh szépen mozgott el az emberétől. Hamar meg volt át a vezetés. De nem állt le az MTK, egy jó összjátékot követően Nagy adta középre, Kutácson pedig nem maradt senki. A 17. percben már is 2-0-ra módosult az állás. Szabó nem tudta tartani a lépést Naggyal. Kutácson pedig tulajdonképpen senki nem volt ott az ötösnél, így nem volt nehéz dolga. Kovács Kristóf maradt le róla igazából. Aztán pedig jöhetett a pacsi Stieberrel. Továbbra is a bal oldalon folytak az akciók, és ezúttal is eredményesen. 23. percben Bognár adta be ballal középre. Szépe volt, eredményes ebben a szezonban először. Ő is kiválóan mozgott el az embertől, Spánic magyarázott aztán középen. Aztán újra magyarázhattak az Issimo játékosok a 27. percben, ahol újra futás volt eredményes. Megint a rövid oldalra érkezett a szöglet. A futásnak pedig nem volt nehéz dolga. A 35. percig kellett várni az első komolyabb Issimo lehetőségig, de Kelemen nem tudta Balázs fölött átívelni a labdát. Kovács Réti aztán a második félidőben, egészen pontosan a 49. percben megmutatta, hogy hogy kell ezt csinálni. Őneki már ez sikerült, így megvolt az 5. MTK találat is. Zöldesi fölött emelt végül a kapuba. Lemaradt az ember, ezúttal is Kovács Kristóf. Kovács Réti pedig higgadt maradt. 52. perc, szép bejátszás, még szebb tulajdonképpen a lövőcsel, aztán pedig a befejezés nagyon magabiztos. Lehet látni, hogy Zújgéber nem volt lesen, aki a szünetben jött be, aztán pedig mégis visszahúzta a kapu bal oldalába a labdát. Kaszab lépett ki rá, nem tudott vele mit kezdeni. Aztán pedig egy 11-es szituáció, Czerman rúgott oda Zsórinak, aki szintén a szünetben állt be, és ha már odarúgtak neki, és a bíró megítélte a büntetőt, akkor pedig ő belőtte azt, és megszerezte MTK-s pályafutása első gólját. A bal oldalt célozta meg, és nagyon pontosan tette mindezt. Aztán pedig egy óriási védelmi hiba a 84. percben. Kovács Réti pedig köszönte szépen. Kaszab tette hátra a labdát. Már ő is kicsit csínbe kapta, aztán ez a tovább tett labda sem túl magabiztos. Zöldesi pedig talán még ő se tudja, hogy miért ezt a megoldást választotta, hogy átlépi a labdát. Minden esetre Kovács Réti megszerezte ezzel a csapat második, az MTK 8. gólját. A végeredmény 15. kerületi Issimo Ese MTK Budapest 0-8.